Cserben hagyott az autóm. Nem indul el. Tehát, ha jól értem, Kit nem javítható. Kit halott. Tizenkét éve nem volt ilyen. Cserben hagyott az autóm. Nem akar elindulni. Egy hete ezzel szenvedek. Egy héttel ezelőtt szombaton este még mutattam egy családnak. Négyszer mentünk próbakört, simán lábon jöttem vele haza, igaz, hogy szakadó esőben, de semmi probléma nem volt. És két nappal később nem indul el. És egy hete nem indul el. Az első gondolatom az volt, hogy kifogyott a benzin. Hoztam bele 10 litert, beleöntöttem, semmi változás. Nem benzin, mert hallom az AC-t is, a befecskendezőknél meg érzem a benzinszagot. És ha nem benzin, akkor gyújtásgond. Így gyújtásvonalon első lépésként kivettem egy gyújtókábelt, egy gyújtógyertyát és indítószer. Nincs szikra. Egy deka se. Nulla. Zéro. Niente. Ez egy régi autó. Ezeknek a gyújtásrendszere annyira azért nem bonyolult. Akár egy perc alatt le is lehetne rajzolni. Apropó, itt látható a kocsim gyújtásrendszere. Van egyszer ugye egy gyertya, van egy trafó, vannak a gyújtókábelek, és itt maga az elosztó, rajta a, ez nem korona, hanem elosztó fedél, aztán belül a rotor, illetve még bent van a gyújtás modul. A gyertyák nemrég lettek cserélve, úgyhogy mondom, a kurva, ez trükkös gyertya? Na. Milyen temetőszag lett. A trafóról nem tudok semmit. Gyertyát kilőttük. Kábelek ugyancsak újak, gyertyákkal együtt lettek cserélve. Az elosztó fedél az is új, a rotor is. Tehát igazából azt nem tudom, hogy a modullal és a trafóval mi a helyzet. Ezek közül valamelyik lesz a ludas. Az első, mert abból van készenlétben egy cseredarabom. Plusz a modulról elvileg egy ellenállásméréssel meg tudom állapítani, hogy hibás-e vagy sem. Hogy a modulhoz hozzáférjek, le kell venni az elosztó fedelet, mert itt van alatta. Így néz ki, ez a cseredarabom, ez az elvileg jó gyújtásmodul. Ez pedig az én modulom, amit most szedtem ki az autóból. Látszik a hátulján ez a szilikon zsíros bevonat. Ez olyasmi zsír, ami a számítógépekben is van. Hővezetésben segít, hogy ne forrósodjon fel. Kell alá, mert itt fém a fémmel találkozik. Ez tehát a cseredarab. Rátesszük mind a két pólust. Jó. Nézzük, amit kivettem. Hát, ez is. Hogy ez most jó hír vagy rossz? Mérés szerint a modul működik. Akkor check trafó. Itt a trafó. Lehúzom róla a kábelt. Mérek itt egy áramot, hogy megjön-e a 12 volt. Utána pedig indítózással megnézem, hogy van-e ezen szikra. Gyújtásom van. Először kell nekünk egy jó test. Itt a tűzfalon. De nem ilyen. Oké, jó, megvan a test. És akkor nézzünk ide egy pozitívot. Hát, ennyi. 12-22. A trafóra az áram megérkezik. Megnézem a kábelt, ami a trafóról megy az elosztó fedélre. Azon van-e áram? Oké, azon is van. Rendesen rosszul érzem magam emiatt. Az első két éjszakán nem is aludtam. Azon gondolkoztam, hogy mi lehet a baja. És lehet, hogy a saját sikertelenségem is bánt. Mert soha nem volt még olyan, hogy én nem találtam volna meg, hogy mi a probléma. Ráadásul embereknek csalódást kellett, hogy okozzak. Voltak megbeszélt szülinapos találkozóim, amiket le kellett mondanom. És persze ezek közül egy-kettőt biztos be tudok pótolni majd később, de én még a régi iskola szerint tanultam ígérni és ígéretet betartani. Az elmúlt 10-11 évben szerintem 2 alkalommal, ha mondtam le találkozót, azt is betegség miatt. Az lesz, hogy hozok egy bikakábelt, aminek az egyik oldala aksi negatívra megy, a másikat pedig csak közel tartom ide, és elvileg indítózáskor itt meg kéne jelenni a szikrának. Ugyanúgy nem ad szikrát. Jó, ideges vagyok, nem beszélek csúnyán. Remélem, te vagy a ludas. Hát most jön az, hogy vadásznom kell egy ilyet. Nekem a kocsi kéne már jövő héten. Úgyhogy nincs más választásom, mint felmegyek az eBay-re, a német eBay-re. Aztán, hát a szerencsém lesz.
Máj, végre meghallgatásra találtak. Egy Szonya, Szonya Schmid nevezetű német ebayező csajnak köszönhetően. Aki gyors postával elküldött nekem egy vadi új trafót. Le kell fúrni a konzolt. Kész. Új trafó, régi konzolon. Mars vissza a helyedre. Na most kell szorítani. 3, 2, 1. Annyira bíztam benne, hogy a trafó lesz. Be kell látnom, hogy nem mindig lehet nyerni. Az embernek el kell ismernie, hogyha valami nem megy, és bizony előfordul, hogy segítséget kell kérni. Ez nem azt jelenti, hogy feladod, csak azt jelenti, hogy nem érthetsz mindenhez. Ahogy Michael is tette volna a filmben, segítségül hívtam Bonit. Hát annyi, hogy az én Bonim 180 centi magas, borostás és Krisznek hívják. Mondta, hogy fog egy szakit, akinek programja, kompjúterje van, lejönnek és megnézik. Így is lett. Eltett ugyan pár nap, amire mind a ketten összetudták egyeztetni, hogy ráírjenek. Abban a pár napban, amíg ők nem értek ide, én annyi mindent átnéztem. Bújtam a netet, amerikai fórumokra írtam, az összes biztosítékot kihúzogattam, újat tettem helyette, széthúztam a kábeleket, az összes olyan kit funkciót lekötöttem, ami pluszba én kötöttem rá, hát ha valami madzag probléma, vagy valahol zárlat van, testkábeleket néztem át, homlokfalat csiszoltam, hogy jó legyen a test. Semmi eredmény. Lejöttek Budapestről, rádugták a kompjútert, semmi hibakód. Ugyanúgy végigmentek mindenen, ahogy én, és ugyanarra az eredményre is jutottak, minden működik, nem értik, miért nincs szikra. Több mint 5 órát itt voltak, és próbálkoztak, és az 5. órában jutott eszükbe, hogy oké, új az elosztófedél, új a rotor, új a trafó. Nem kéne kivenni azt az elosztót? És ez lett a jó tipp! Az elosztóban ugyanis a rotor alatt van egy részkarika, és a részkarika alatt van egy úgynevezett másodlagos tekercs. Így néz ki a rohadék! És nem csak el van oxidálódva, de porlat szét az egész. Hát lehet, hogy ez még gyári cucc. Úgyhogy mi lett a következő teendőm, jóval vidámabban, a kompúter elé való ülés... A problémámra itt rejtőzik a megoldás.